4.625.000 magánszemély nyilatkozott 2015-ös személyi jövedelem adójáról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé Magyarországon. Ez a szám évről évre növekszik, 2014-hez képest például 50.000-rel emelkedett. Ők összesen több mint 10.000 milliárd forint bevételükből 1.538 milliárd forint adót fizettek be. A bevallások száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is emelkedett, 240.000 adózó nyilatkozott. Itt összesen 600 millió forint adót fizettek be. A bevallásokat sok esetben a hatóság végezte el. A személyi jövedelemadó bevallást különböző formákban teljesítették az adózók, megkérhették az adóhatóságot, hogy részükre egy ajánlatot készítsünk el. Ezt 25.000 adózó választotta egyébként, vagy adóhatósági megalapítás, vagy egyszerűsített bevallás formájában. Ezeknek az adózóknak a bevallását természetesen mi készítettük el, ez a következő évben is jellemző lesz majd, hiszen ezek a bevallási formák ilyen formában megszűnnek, és egy bevallási nyilatkozatot fogunk készíteni azoknak az adózóknak, akik egyébként majd ügyfélkapuval is rendelkeznek, úgyhogy nagyon fontos, hogy ez az elektronikus bevallási forma felé tereljük az adózókat, hiszen közel 80.000 adózó választotta az idejében ezt az elektronikus bevallási formát. A NAV azért is népszerűsíti az online formát, mert sokkal könnyebben és gyorsabban fel tudja dolgozni az adóhatóság az így beérkezett adatokat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az adózók összesen 2,8 milliárd forint visszafizetésre számítanak a különböző adókedvezmények miatt. Ezek jogosultságát jelenleg még vizsgálja a hatóság, majd visszautalja. A felajánlható 1+1%-ok aránya is emelkedett 2015-ben. Az idejében 1+1%-os felajánlás körülbelül 109.000 adózó tett meg. A személyi jövedelemadó bevallást benyújtóknak ez közel a felét jelenti. 100.000 bevalló civil szervezetek részére tett felajánlást, illetve 80.000 egyházak részére tették meg az 1%-os felajánlásukat. Tavaly évhez képest az a szám jelentősen növekedett. Azok, akik nem tettek 1%-os felajánlást, azoknak ez az összege az államkasszában marad. Szabolcs megyében 53.000 bevallást javítottak a NAV munkatársai idén. Volt olyan, amelyet személyesen többször is módosítottak.